Meghívott vendégek, vezetők. Az MSZP képviselőcsoportjának álláspontja szerint a kúria elnökének beszámolója a törvényi kötelezettségnek megfelelő és alapos. Ezért a beszámolóért és az emögött meghúzódó szakmai munkáért elismerés és köszönet illeti elnök urat, a kúra bíráit és munkatársait. A legfőbb bíró beszámolója emellett megfelelő alkalmat teremt arra, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai fényében áttekintsük és véleményt alkossunk a bíróságok működéséről. Az elmúlt órákban ugyanezt az értékelést az ügyészség tekintetében is megtettük, és nem rejtettük véka alá lesújtó véleményünket. A bíróságok működését megvizsgálva egészen más következtetésekre jutottunk. Az általunk többször kritizált szervezeti átalakítás, az alkotmányos rend felforgatása és az illiberális demokrácia kialakítására irányuló törekvés dacára, a bíróságok továbbra is megmaradtak a jogállamiság és az alkotmányosság őrzőiként. A gyakorlatban is bebizonyosodott, mekkora erőt jelent az ítélkező bírói függetlenség. Ma már nyilvánvaló, sok mindent elrontott a rendszerváltó nemzedék. De egyetlen területen biztosan nincs ok szégyenkezésre. A függetlenségükre és a szakmai felkészültségükre méltán büszke bírák nem csak a magánjog és közjog évszázados jogelveit és szabályait, de a jogállamiság és az alkotmányosság kultúráját is magukba szívták az elmúlt évtizedekben. Ez a többi közhatalmat gyakorló intézményünkre sajnos kevéssé volt elmondható. Ezért történhetett meg, hogy 2010 után a kétharmados többséggel visszaélve végrehajtott alkotmányos puccs lényegében az egész államszervezetet egy szűk hatalmi elit önkényének eszközévé tette. De a bíróságok azonban megőrizték értékeiket, és továbbra is betöltik funkciójukat. Mindez az öntudatos, felkészült bíróknak köszönhető. Mint oly sokszor, most is bebizonyosodott Montesquieu igazsága. Hatalomnak csak hatalom tud gátat szabni. A bírák nem politizálnak, csupán a jog elveit és szabályait alkalmazzák. Mégis az elmúlt évek túlkapásainak leginkább a bíróságok tudták határok közé szorítani. A bíróságok számtalan alkalommal bizonyították, hogy az önkénnyel szemben továbbra is kiállnak a jogállamiság elve a joguralma mellett. Mint azt az elmúlt órákban itt az országgyűlés ülésén bemutattuk, az ügyészség koncepciós jellegű eljárásai rendre a bíróságokon törnek meg. De nem csak a büntető ügyek, hanem például a személyiségi jogi perek, vagy az információ szabadság tárgyában indított perek tömegei is bizonyítják, hogy politikai megfontolások helyett a bíróságok továbbra is a jog szelleme és betűje szerint ítélkeznek. Tiszteletre méltó az a szakmai elhivatottság és alázat, amiről a kedvezőtlen körülmények ellenére az egész bírói kar tanúbizonyságot tett az elmúlt években. Mindezért köszönettel tartozik az egész magyar társadalom. Természetesen ez a köszönet és elismerés a bírósági rendszer csúcsán álló kúriát megilleti. A beszámolóból világosan látszanak a szakmai munka fejlesztésére és a jogi kultúra megőrzésére vonatkozó erőfeszítések is. Ezek az eredmények különösen figyelemre méltóak, ha a működési körülményekkel is tisztában vagyunk. Itt elsősorban nem is az elavult épületekre és informatikai eszközparkra, vagy a hosszú évek óta befagyasztott bírói illetményekre gondolunk, bár persze ezeken is lenne mit javítani, hanem arra a döbbenetes tényre, hogy a fideszes hatalom a legtapasztaltabb vezető bírákat pályájuk csúcsán kényszer nyugdíjazás előírásával távolította el. Ez nem csak az érintettekkel szemben volt rendkívül méltátlan lépés, hanem óriási bűn volt a magyar bírói szervezetrendszer egészével szemben is. A beszámolóból is kiolvasható, hogy ez az intézkedés jelentős fennakadásokat okozott a bíróságok működésében. Ennek következményeitől persze nem csak a bírák, hanem a jogkereső állampolgárok is szenvednek. Erre a későbbiekben részletesen is ki fogok térni. Azt azonban szeretném leszögezni, ha ezzel a gyalázatos intézkedéssel a kormánypárti többség a bíróságok szakmai munkáját, a szervezetrendszer elkölcsi tartását akarta megtörni, akkor kudarcot vallottak. A beszámoló szűkebben vett szakmai tartalmára rátérve jól látható az a helyeselhető törekvés, hogy a kúria még nagyobb erőforrást és energiát igyekszik fordítani a joggyakorlat elemzésére és egységesítésére. Ennek megfelelően a beszámoló kiemeli, hogy ezt a munkát a joggyakorlat elemző csoportok segítették. Mint ahogy elhangzott, itt ma már 9 ilyen csoport jött létre, többek között a jogorvoslati bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának vizsgálatára. 2013-ban joggyakorlat elemző csoport vizsgálta a közigazgatási perjog szabályait is, elsősorban abból a célból, hogy megfelelő szakmai elemző anyag álljon rendelkezésre
az önálló közigazgatási perrendtartás szabályainak megalkotásához. Részletes összefoglaló vélemény született az önálló közigazgatási perrendtartás szükségességéről, ennek szabályozási alapelveiről, irányairól, a szükséges új pertípusokról és az eljárási szabályokról. Bízunk benne, hogy ennek a vizsgálatnak az eredményét az új polgári perrendtartás szabályának megfogalmazásakor a kormányzati kodifikációban is hasznosítani fogják. A kúria elvi határozatai és döntései jelentősen formálták az ítélkező tevékenységet. A kúria büntető elvi közzétételi tanácsa 2013-ban a 24 elvi határozatot és egy elvi döntést tett közzé. A jogegységi tanácsok jogegységi határozatai közül véleményünk szerint kiemelt figyelmet érdemel a büntető jogegységi tanácsnak a jogos védelem kérdéseire hozott határozata. Szintén fontosnak tartjuk a közigazgatási munkaügyi kollégium jogegységi határozatát, ami szerint a közigazgatási perekben a felek részére a bíróság által felülvizsgált határozatokban felhasznált adótitok teljes körű megismerését biztosítani kell. Amennyiben ezt nem teszik lehetővé, ugye meg nem ismerhető adótitok bizonyítéként nem használható fel. A Polgári Gazdasági Jogegységi Tanács a tevékenysége során 5 jogegységi határozatot, a kollégium, mint jogegységi tanács pedig 1 határozatot hozott. Közérdeklődés mellett alakította ki a kúria az álláspontját a deviza alapú hitel, kölcsön és pénzügyi leasing szerződések kapcsán is. Itt meg kell jegyeznünk, kifejezetten bátor döntést hozott a bíróság ebben az ügyben, és azt is szeretnénk hozzátenni, itt nekünk legalább országgyűlési képviselőnknek ezt be kell vallanunk, hogy ez a kúria döntés alapozott meg minden további kormányzati intézkedést és parlamenti döntést, annak az irányát és annak a határait ez a kúria döntés szabta meg. Ezért ennek a jelentőségét és ennek ezért való elismerést azt gondolom az érintettek tekintetében nem elég hangsúlyozni. Tisztelt Országgyűlés! Természetesen a kúria elnökének beszámolójából sem hiányozhat az ítélkező tevékenység időszerűségének vizsgálata. Ebben a vonatkozásban ismét szeretnék kitérni a kényszernyugdíjazások és az ítélkező tevékenység időszerűségének kapcsolatára. A beszámoló erre vonatkozóan a következő megállapítást teszi, idézem szó szerint. Figyelemmel a bírói felső korhatárt érintő 2012. évi jogszabályi rendelkezések időközbeni megsemmisítésére, 2013. évben több kúriai bíró szolgálati viszonya helyreállt, s többek között ez segítette elő az időszerűségi mutatók javítását. A 62 éves nyugdíjkorhatárt betöltött bírák 2010-ben megkezdett, majd 2012-ben véghez is vitt, nyilvánvalóan jogellenes kényszernyugdíjazása az Európai Unió Bíróságának Magyarországot elmarasztaló döntése, illetve az Alkotmánybíróságnak a kényszernyugdíjról szóló rendelkezések megsemmisítéséről szóló határozatának kiirdetése után sem rendeződött megnyugtatóan. A beszámoló egyébként is több helyen utal arra, hogy a nyugdíjazott bírák közül néhánynak a visszatérése javított az ítélkezési munka mutatóin. Úgy gondolom, hogy ennek a helyzetnek a korrekt értékelése elismerésre érdemes. Tisztelt képviselőtársaim! Miután új feladatról van szó, külön említést kíván a kúria önkormányzati normakontroll tevékenysége. Annál is inkább, mivel ez a terület a jövőben a közvélemény érdeklődésére tarthat számot. Érdekes adat, hogy 2013-ban a kúria önkormányzati tanácsa 54 döntést hozott, amelyből 29 törvényellenességet megállapító, megsemmisítő és vagy alkalmazási tilalmat kimondó döntés, 3 helyi önkormányzat törvényalkotói feladatának elmulasztását megállapító határozat, 2 határozat született rendelet pótlás tárgyában, 8 határozat az indítványt elutasította, 12 esetben pedig az önkormányzati tanács eljárást megszüntető vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést hozott. Az 54 elbírált ügy 34 kormányhivatali indítványra, 16 bírói kezdeményezésre, 2 pedig az alapvető jogok biztosa indítványára született. 2 esetben indítványozási joggal nem rendelkező magánszemély kérelmét utasította el érdemi vizsgálat nélkül a tanács. Az összes ügyhöz képest a bírói kezdeményezések száma is határozott növekedést mutat. 2012. évi 3 elbírált kezdeményezéshez képest 2013-ban már 16 ügyben döntött a kúria bírói kezdeményezés tárgyában. Kedvező fejlemény, hogy a kúria normakontroll eljárás során alkalmazza a személyes meghallgatás lehetőségét. Ezáltal a kúria megpróbálta a normakontroll eljárást a peres eljáráshoz közelíteni,
a közvetlenség elvét érvényesíteni a normakontroll eljárásokban, ami szintén helyes. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt háza kúria, 2014. évi szakmai célkitűzései között szerepel a kisajátítási perek gyakorlata, vagy a kormány tisztviselői döntőbizottság határozatainak bírósági felülvizsgálata. A célkitűzéseket modern módszerekkel igyekszik a kúria megvalósítani. Figyelemre méltó megoldás, hogy a doktori iskolák hallgatói közül kikerülő gyakornokok a kúria ítélkező tanácsai mellett fognak működni. A beosztást az érintett gyakornokok kutatási témája határozza majd meg. A doktorandusz hallgatók a bírák munkáját segíthetik azáltal, hogy a tanácsra kiosztott ügyekben felmerülő és a hallgató doktori témájához kapcsolódó jogkérdésekben kutatást végeznek, tudományos szakvéleményt adnak. A kúria intézményi stratégiájának szerves részét képzi egy olyan igazságügyi alkalmazotti struktúra kialakítása, amely alkalmas arra, hogy a bírák munkáját a leghatékonyabb módon segítse. A célkitűzés az, hogy a megfelelő létszámú és a szükséges kompetenciával rendelkező igazságügyi alkalmazottak közreműködésével a bírák munkaterhe csökkenjen, a munkavégzésük során az érdemi feladatokra tudjanak összpontosítani. Célkitűzés továbbá az is, hogy az egyes munkaköröket és annak ellátásához feltétlenül szükséges végzettséggel rendelkező személy lássa el. A beszámoló szerint célkitűzés az, hogy minden ítélkező tanács munkáját egy-egy főtanácsadó segítse, ami összesen 19 főtanácsadói státusz létesítését jelenti. Reméljük, hogy ehhez a költségvetési forrás is rendelkezésre áll majd jövőre. Végül egy kritikai megjegyzés, nem teljesen bizonyos, az egyetértés közöttünk a kúriának a régi igazságügyi palotába való visszatérése kapcsán. Egyfelől kérdéses, hogy a kormány által az előkészítésre biztosított 50 millió forint felhasználásakor milyen szakmai szempontokat lehet érvényesíteni. Az ugyanis kevésbé szakmai célkitűzés, hogy a kúria elhelyezése alkalmas legyen az ítélkezési tevékenység folytatására. Nem véletlenül, hogy a beszámoló azt rögzíti, idézem, figyelemmel arra, hogy fejezeti kezelésű előirányzatról van szó, az előkészítő munkálatok megszervezése és pénzügyi lebonyolítása az országos bírósági hivatal feladata, ugyanakkor a kúria, mint érintett intézmény képviselői folyamatosan jelen vagyunk az épületbejárásokon és a konzultációkon. Helyes, hogy az információ benne van a beszámolóban, de nem a szakmai célkitűzések között lenne a helye. Összefoglalva, a kúria elnökének beszámolója korrekt szakmai munkáról ad számot, ami egybevág a mi véleményünkkel és tapasztalatainkkal. A beszámolót ezért jó szívvel fogjuk támogatni, és köszönetünket fejezzük ki a teljes bírói karnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.